A versenyképesség javulását tekinti a gazdaság előtt álló legfontosabb feladatnak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mondta Tolnai Tibor. A VOSZ elnöke hozzátette, ez csak is a mikro, kis és középvállalkozások helyzetbehozásával valósulhat meg. Büszkén olvastuk azt, hogy a GDP az 5,2%-kal nőtt a harmadik negyedévben, 2,5-szeressel nagyobb ez a szám, mint az uniós átlag. És ami ezen belül is azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív tény, hogy az egyes iparágak önmagukban is növekedni tudtak. Az egyik legfontosabb eredmény ezen a téren a beruházások növekedése, amelynek mértéke mintegy 20%-kal nőtt. A magyar gazdaság 2013 óta növekszik, tette hozzá a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, a bővülés üteme mára meghaladja az Európai Unió növekedésének mértékét. Mindez megadja a reményt arra, hogy Magyarország felzárkózik a nyugati gazdaságokhoz. Húzzuk alá gyorsan azt is, hogy ez a növekedés most miből tevődik össze. Két alapvető tényező van. Az egyik a lakossági fogyasztás, a növekvő béreknek köszönhetően és a nagyobb foglalkoztatásnak köszönhetően, a másik pedig a kétszemegyű beruházás növekedés. Ez utóbbi mutató egyébként azt is jelzi, hogy az elmúlt években olyan gazdaságpolitikát tudtunk kialakítani, ami nem csak a hazai, hanem a külföldi vállalkozások számára is bizalomerősítő volt. A javuló környezet megadta a lehetőséget arra is, hogy a közterhek csökkenjenek, amelytől nem független, hogy a foglalkoztatás is jelentősen bővült, tette hozzá a pénzügyminiszter. Szolnok megye gazdasága is gyarapszik, köszönhetően a jól teljesítő cégeknek, vállalatoknak. Be kell mutatni országnak, világnak, hogy nem csak Budapesten, hanem megyében is vannak olyan nagyszerű vállalkozók, akinek az adóbevétele legalább olyan fontos, mint más megyében lévőké, egyrészt, másrészt pedig, hogy ők is eltartják családjukat, munkatársaikat eredményesen. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján 64-en részesültek az éve vállalkozója díjkitüntetésben. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Uti Csaba, a KMKK ZRT vezérigazgatója, Somjai Árpádné a Kunszöv tulajdonosa, és Jürgen Rigling a Hitsport Kft. Cégvezetője vehette át a rangos elismerést, míg Kassa Lajos, a Jász Plasztik alapító tulajdonos ügyvezetője miniszteri kitüntetést vehetett át.